akartam, hogy lekéssék az esküvőt. Hé, hazudtam a zsarunak, hogy kiengedje őket. No, és ezzel már jóvá tetted. Ó, nagyon köszönjük. Elnézést, Alex. Mindjárt jön. Ajánlom is neki. Nézzék. Ó, Istenem. Úgy tudtam, Alex már úton van. Nekem ezt mondták. Valam berezelt. Alex biztosan nem. Sosem tenne ilyet szívivel. Ó, csak érjen ide. Istenem, vezesd ide. Megjött! Na hát, már épp ideje volt. Lazíts, pajtás. Fújt ki magad. Nem megy. Most nem. Ó, gyönyörű szép vagy. Hát? Te sem vagy épp utolsó. Hé, gyerekek! Még nem vagytok házasok. Azért jöttünk, hogy egyesítsük Stevie-t és Alexet a házasság kötelékében. És talán nyugodtan kijelenthetem, hogy az egész környék nevében szólok, ha azt mondom, már épp ideje volt, gyerekek! Ki adja ki Stevie-t a vőlegénynek? Én fogom. Én is csatlakozom. Ő az apám. Ő az. Eljött. Stevie, a legjobb barátom vagy. Akire számíthatok, hogy baj esetén kiment egy fogdából. Akivel jó időkben osztozhatok az örömömön. És aki észhez térít, amikor nagy ritkán tévedek. Ígérem, hogy védelmezni foglak. Veled nevetek. Mindvégig szeretni és óvni foglak. És a lányomként szeretem majd a lányodat. Minden egyes nap megkérdem majd magam, hogy érhetett ekkora áldás. Alex, a legjobb barátom vagy. És ezentúl, hála neked, repülni is tudok.
Bármilyen merész ez a lány, mégis mindig rettegett. Még álmodozni is arról, hogy egyszer boldog lehet. Sosem hitte, hogy vele is megtörténhet. De itt vagyok, álmaim esküvőjén. Alex, ígérem, hogy szeretni foglak. Nem csak a mai nappal, hanem örökké, mivel mindig is téged szerettelek. Ígérem, hogy továbbra is szeretni foglak. Jó időkben, rossz időkben, bánatban és örömben, mindazzal, amit neked adhatok, teljes szívemből, mindörökké. És ha megöregszem és megőszülök, akkor is te leszel a legdögösebb csaj, akit valaha ismertem. Ezennel férnek és feleségnek nyilvánítalak titeket. Férnek és feleségnek. Örülök, hogy végre megismerkedtünk. Szintén. Örülök, hogy végül eljöttél. Anyád nem bocsátotta volna meg. Én sem bocsátanám meg magamnak. Mosolyt kérek? Végül minden jóra fordult, a közbenjárásod ellenére. Az a dolgod, hogy felcsípj egy koszorús lányt. Nem ezt csinálják a pasik az esküvőkön? Az nem igazán az én stílusom. Hát mi a stílusod, Riley? Olyan romantikus vacsorás pasi vagy? Vagy gyors menet a kazalban? Ne, ha unatkozol és szívesen lelépnél, benne vagyok. Figyelj csak, őszintén szólva jól érzem itt magam, úgyhogy inkább maradok. Nem láttátok Markust? Mosolyt? Hogy bírod a helyzetet? Csuda jól mulatok. Kaphatnék egy kis figyelmet? Nagy örömünkre szolgál bejelenteni az ifjú párt és az első táncukat. Tudod, hogy nem a tánctudásomért vettél feleségül. Na,